Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kalocsa TV péntek esti híradóját látják 2023. szeptember 15-én este 7:30-tól. Szezonzáró kiállítás megnyitó a Fazekas Alkotóházban. Terdik Angéla népi iparművész kerámiáit csodálhatja meg a közönség. Kalocsak víz zárta a Csiplek Kalocsa 32. Paprika és Gasztrofesztivált. Régi és új csapatok is megmérkőztek az első helyért. Szüreti bára készülnek Duna-Szent Benedeken. A háromnapos falunap után ismét remek programmal hívják az érdeklődőket. Szezonzáró kiállítás megnyitóra várták péntek este az érdeklődőket a Fazekas Alkotóházban. A tárlat Terdik Angéla népi iparművész kerámiáit mutatja be október közepéig. A kiállítás hangulatát a részben kalocsai kötődésű Simple de Brass részfúvós kvintet is fokozta a remek muzsikájával. A Kovács László fazekasmester vezette alkotóház péntek este Terdik Angéla fazekas népi iparművész kiállításával zárta az idei szezonját, mely során számos kulturális programnak adott helyet. A vendégeket Kákonyi István önkormányzati képviselő köszöntötte, majd a rendezvényt Békési András, a Debreceni Tímárház vezetője nyitotta meg. Terdik Angéla szintén Debrecenből érkezett városunkba, a kiváló művésznek számos zsűrizett alkotása van. Nagyon örültem a meghívásnak, nagyon megtisztelő számomra, hogy itt lehetek, és a debreceni kerámiát hoztam el a kalocsaiaknak. Mivel ezzel foglalkozom, a debreceni kerámiát keltettem új életre. Több mint 30 éve foglalkozom a debreceni kerámia felújításával. Ez tulajdonképpen egy kihalt stílus, az 1800-as években élte a virágkorát, de sajnos az 1900-as évek elejére az utolsó debreceni kerámiát készítő mester is meghalt, és így egészen a 80-as évek közepéig nem foglalkozott vele senki. A népi iparművész kerámiái a debreceni kerámia hagyomány csodálatos motívum kincsének és forma világának alapján készülnek, az eredeti stílusjegyeket megőrizve, tovább éltetve és ötvözve az egyéni tervekkel, ötletekkel, igazodva korunk igényeihez is. Én az 1990-es évektől foglalkozom ezzel a munkával, a debreceni kerámia életrekeltésével. Főleg, mivel élőműhely nem volt, így a néprajz kutatók munkáira és a múzeumi gyűjteményre támaszkodva próbáltam ezt megvalósítani. Más számos környékbeli és távolabbi önálló és csoportos kiállításon, rendezvényen, fesztiválon mutatta be a debreceni kerámiákat. Most kalocsára hozott belőle ízelítőt. Mivel nagyon sok, több mint 100 fazekas dolgozott az 1800-as években ebben a stílusban, egymástól eltérő stílusban dolgoztak, és a három fő vonal a zöld mázas, rátétes pecsételős debreceni kerámiák, a vörös alapon írókás debreceni kerámiák, és a világos alapon karcolt írókás edények a legfőbb vonal. Ezen kívül készültek figurális kerámiák, csigacsinálók, a pipa is nagy hagyomány volt, ezt ugyan én nem készítem, de a debreceni cseripipa is nagyon híres. Terdik Angéla munkái október közepéig láthatóak a Kunsztutcai Fazekas Alkotóházban. Vasárnap is érdemes volt kilátogatni az érsekkertbe, ugyanis délelőtt színpadi programok, délután pedig egy rendhagyó kalocsakvíz várta a fesztiválozókat a Quiz Cup csapatának szervezésében. A Sötét Nagyúr, azaz Darth Vader dala, a John Williams által komponált The Imperial March is felcsendült a kalocsai fúvós zenekar előadásában vasárnap délelőtt, a Csiplek Kalocsa a 32. Paprika és Gasztrofesztivál zárónapján. Az együttes ismét egy remek hangulatú, színes repertoár felvonultató koncerttel örvendeztette meg a kalocsaiakat, valamint a fesztiválra érkező vendégeket.
Gerald Schneider zsonglőr műsora után a G-Flow Dance School rázta fel a hangulatot a fesztiválon. Táncosai dinamikus, kreatív koreográfiáira sokan voltak kíváncsiak az érsekkertben. A háromnapos fesztivált az idei évben a Quiz Cup csapata által szervezett Kalocsa Quiz zárta, ahol a résztvevők játékos formában adhattak számot tudásukról. Itt a Paprika Fesztivál utolsó napjának utolsó programjára gondoltuk, egy kicsit újdonságokat fogunk majd a eddigi játékosok számára, illetve az új játékosok számára mutatni, mint amik eddig voltak a rendezvényeinken. Egy Kalocsa Quiznek hívjuk ezt, lesznek Kalocsával kapcsolatos kérdések is, lesz konkrétan egy blokk, ami a Kalocsa orientált, viszont lesznek mellette a régi kérdések, a régi tematikák is, ABCD felületválasztós is, kapcsolatkör is lesz majd, mindegyikben lesz elrejtve egy-két kalocsai kérdés, de lesz mellette például a zenefelismerős kérdésnek, mindegyik kérdésnél lesz egy kalocsai hozzávalója, akárhogy egy kalocsai énekli, vagy egy régi kalocsai zenekart hallhatnak, vagy tehát mindig kalocsaiakat fognak majd hallani az emberek. Bagó Tibortól, a Quiz Cup alapító főszervezőjétől megtudtuk, tartalmas időszak áll mögöttük és előttük is, ugyanis számos rendezvény szerepel naptárukban. A fesztivál záró Kalocsa Quizre több, a bajnokságban résztvevő játékosuk is jelentkezett, ezzel gyakorolva a következő fordulóra. Vannak olyanok is, akik a következő fordulóra gyakorolnak, de jelentkeztek új csapatok is. Kettő új csapat jelentkezett, és remélhetőleg őket is majd a mi Kalocsa Quizünkön is majd látni fogjuk. Kíváncsian várjuk, hogy hogy fognak majd teljesíteni a mostani Kalocsa Quizen az eddigi játékosok, akik jelentkeztek. Szeptember első hétvégén rendezték meg a 24. Duna-Szentbenedeki falunapokat, amely után most hétvégén a Szüreti Bát is megtartják a településen. A falunap ugye kezdődött pénteken, Duna-Szentbenedeken háromnapos falunapok kerülnek megrendezésre. Az idén volt 24. éves a helyi falunapunk, ez jövőre ugye 25 lesz, szeretnénk egy szép kis színvonalas falunapot rendezni jövőre. Na most visszatérve az idei falunapunkra, ugye három napos, pénteken kezdődött egy fotó művészeti kiállítással, amit köszönhetünk Bedi Gyula úszodi polgármesterünknek a támogatásából valósult meg. A polgármester megosztotta, a falunap szombati napján vehették át a tragikus hirtelenséggel elhunyt korábbi polgármester, édesapjának, Vargyas Mihálynak odaítélt Báskiskun vármegye közigazgatásáért posztumusz díjat Kiskunmajsán. A nap során kitüntetéseket adtak át Duna-Szentbenedeken, valamint a főzőverseny, a pálinka mustra és a kispályás labdarúgó mérkőzés eredményét is kihirdették, a település csapata pedig mezeket és labdákat is átvehetett, de a hagyományőrzés is fókuszba került. Gyerekeknek természetesen délután már ugye az ugrálóvára fel lett állítva, népi fajátékok lettek felállítva, hogy jól érezzék magukat. Én meg tudtam kérni a családomat, keresztapámat, Geri Robit, hogy segítsenek benne, befogták a két fogatot, Szakár Pityu bácsának is köszönjük szépen, és így a háttérben, ott a falunapi rendezvényünk háta mögött a füves placon tudtuk a gyerekeket, családokat, aki kért ezt a szolgáltatást, egy kicsit megkocsikáztatni, meghintóztatni, Dunapartunkra levinni, amire nagyon büszkék vagyunk. Este pedig többek között az Irigy-Hunay-Mirigy tagjai is a húrok közé csaptak. Az éjszakában nyúló retro diszkó után pedig vasárnap ökumenikus istentisztelettel zárult a háromnapos rendezvény a Fogtői Római Katolikus Templom kórusának közreműködésével. A héten pedig már a Szüreti Bárra készülnek a településen, ahol a lovak és a hintók is főszerephez jutnak. A héten szombat 16-án lesz a szüreti felvonulás itt Duna-Szentbenedeken. Múlt héten elkezdtem összeszedni a fogatokat, úgy néz ki, hogy egy 8 pados kocsival tudunk felállni, 4 hintóval, meg csikós hátasok is jönnek beöltözve szépen. A rendezvénnyel pedig a Duna-Szentbenedek és a Nagy Dorog közti barátságot is ápolják, ugyanis a Nagy Dorogi Néptánc csoport is a településre látogat. A faluház előtt fog indulni, itt Duna-Szentbenedeki faluházunk előtt 12 óra 30-kor el fogunk táncolni a tájházunkig, a tájházunkból lesz ugye a lányki kérés, és akkor onnan indulunk, ez egy régi hagyomány, átmegyünk ugye a Duna-Szentbenedeknek szinte minden utcáján, lesz 3 megálló, ahol meg fogunk állni, és ott már a helyiek segítségével lesz egy kis vendéglátás, pogácsával, süteményekkel, kinek mivel van, avval tud szolgálni, kínálni. Nagyon szépen köszönjük nekik, és ezt követően
átmegyünk még Úszódra, ott is megmutatjuk magunkat egy kicsit. De nem csak Úszódra, hanem Géderlakra is átutaznak majd. A szüreti bált pedig a Dunaszentbenedeki faluházban zárják. Több ezren vettek részt az idén 32. alkalommal tartott, vasárnap zárult Csiplek Kalocsa Paprika és Gasztro Fesztiválon. A szervezők értékelése szerint az idei volt az egyik legsikeresebb, legszínesebb rendezvény, amely nem csak a kalocsai, hanem a környékbeli településekről és az ország távolabbi pontjaiból is megszólította és vonzotta az érdeklődőket. Szakmai, kulturális programokkal és koncertekkel, gyerekeknek szóló programelemekkel és jubileumi főzőversennyel várt a közönségét a Kalocsai Paprika ünnepe, a 3 napon át tartó Paprika Fesztivál. A szeptember 8-a és 10-e között rendezett eseménysorozatot a Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ szervezte. Zsikó Zoltán, a szervezet vezetője, a Kalocsa Televízió megkeresésére elmondta, úgy érzik, határozottan jól sikerült az idei, immár 32. rendezvénysorozat. Először is szeretném megköszönni minden résztvevőnek, hogy bizalmat szavaztak a hétvégén a 32. Csiplek Kalocsa Paprika és Gasztro Fesztiválnak. Én azt gondolom, hogy magasra tettük a lécet, hiszen bízom abban, hogy ez most már tényleg olyan esemény volt, és mindenképpen olyan méltó esemény volt, amelyben reményeim szerint senki nem talált kivetnivalót, bízom abban, hogy mindenki nagyon jól érezte magát. Ahogy megéltük a rendezvényt, és ahogy belülről láttuk, azt gondolom, hogy kijelenthetjük, hogy zökkenőmentesen mentek az események. A óriási létszámban zajlott a főzőverseny, amire nagyon büszkék vagyunk, hiszen azt gondolom, hogy a paprika és a gasztronómiának ugye az egyik állomáspontja az mégiscsak az, amikor ebből ilyen incsiklandó ételeket készítünk. Úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy minden várakozást felülmúlt, talán mondhatom azt, hogy felülmúlt minden várakozást a főzőverseny, és őszintén örülök annak is, hogy a színpadi produkciók és az érsekkerten belüli tér is élettel volt tele, és jó hangulattal, vidámsággal volt megtöltve az érsekkert. A szervezők szándéka az volt, hogy mindenki megtalálja a számára kedves produkciót. Ez a törekvés meg is valósult. Az esti koncertek előadóit életkortól függetlenül szerette a közönség. Igyekeztünk úgy összeállítani a programot egyébként, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót, hogyha itt megnéztük a nagy fellépőket, akkor tulajdonképpen láthattuk, hogy tényleg igyekeztünk a DJ-knél is megütni azt a hangot, ami a fiatalokat szólítja meg, szerintem ez sikerült. Mondhatnám azt, talán remélem nem túlzás azt mondani, hogy a Republik is egy ilyen korokat átívelő, hiszen azt láttam, hogy a 20 évesek is ezeket az örök klasszikus Republik számokat együtt éneklik, szeretik, és nyilvánvalóan az idősebb korosztály is nagyon-nagyon szereti. Magna cum laude-re szerintem ugyanez igaz, hogy szerintem ő generációkat átível az együttes. Nyilván a DJ-kről ez már nem feltétlenül mondható el, hiszen láttuk is a nézőtéren, hogy inkább a 10-20-30-as éveikben járó fiatalok mulattak, de szerintem ez amúgy is helyes is így. A hétvége után Félvég Géza polgármestert is arra kértük, ossza meg velünk a fesztivállal kapcsolatos tapasztalatait. Amikor bármibe sok energiát rakunk, akkor hogy annak hogyan jön vissza a lakosság felé a hatása. És azt gondolom, hogy ez a rendezvény, ez a 32. Csiplek Kalocsa Paprika és Gasztro Fesztivál, ez visszaigazolta azt, hogy megérte a belefektetett energiát és a sok munkát, mert nagyon jól érezték magukat azok, akik ide kilátogattak. Nagyon sok mosolygós arccal találkoztam, úgyhogy egy nagy boldogság van most bennem is. Örül a szívem, hogy ezzel a fesztivállal meg tudtuk ajándékozni Kalocsát. Nyilván nagyon komplex volt a rendezvény, nagyon sok programot ölelt fel. Pénteki napon ugye az Agrárszakmai Fórum, a dr. Márkus Ferenc paprika kutatóvezetőjének az emléktábla avatása, a Szent Mise, a protokoll megnyitó, nagyon örültem Bányai Gábor kormánybiztos úrnak bíztató szavaira, mely az általános fejlesztésekre, térségi fejlesztésre és Kalocsának a fejlesztésére vonatkozott. A szombati napon nyilván ez a rengeteg főző, tehát ez közel 70 csapat
és nem azt mondom, hogy 70 bogrács, mert több bográccsal is főztek el csapatok közele, 70 csapattársaság jött ki, és vettek részt ezen a főzőversenyen, és főztek. Nagyon jó néven vettem a különböző közösségeket, cégeket, hogy kitelepültek, megajándékozták a dolgozóikat egy ebéddel, mint ahogy az önkormányzatunk is tette. Tényleg egy ilyen jó fesztivál hangulat volt, nagyon adottak voltak a körülmények. A városvezető Zsikó Zoltánhoz hasonlóan örömmel beszélt arról, hogy a kisgyermekektől az idősebb generációkig minden korosztály képviseltette magát Kalocsa legnagyobb rendezvényén. Külön öröm volt a péntek szombat este. Nyilván mindig a nagy fellépőket kérdezi mindenki, és az tart a legnagyobb érdeklődésre számot, de az, hogy megjelent a 16 és 20 éves korosztály itt az esti éjszakai DJ programokon, mert őket nagyon nehéz megszólítani rendezvénnyel, programmal. Nyilván mindenki, aki ilyen gyermekkorú gyermekeket nevel, én még nem, de ők is tudják ennek az egyediségét, és Kalocsáról is, Kalocsa környékéről is nagyon sok tini és 20 év körüli fiatal jelent meg az érsekkertben bulira, úgyhogy ennek is egy nagyon jó üzenetét látom. De tényleg minden korosztály megkaphatta, az egész pici gyerekektől kezdve az idősebb korosztályig. Vasárnap is nagyon színes programok voltak, mind kultúra tekintetében, mind a zsonglőr vagy a kvízműsor vonatkozásában. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komplex hétvége volt, és tényleg egy fesztivál hangulat is, együtt tudtunk fesztiválozni. Ez köszönhető a kalocsai embereknek, akik ilyen nagy létszámban kilátogattak, és mert ők alakították ki ezt a fesztivál hangulatot, illetve a vidéki vendégek. Minden testvértelepülésünkről volt itt delegáció, ők is jól érezték magukat, és mindig kérdezik, hogy hányan voltunk. Pénteki napon az érsekkertben több mint 4000 vendég volt, este szombaton pedig közelítettük a 6000-et. A polgármester megragadta az alkalmat, hogy ismét köszönetet mondjon a fesztivál szervezésében és zavartalan lebonyolításában közreműködőknek. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki bármivel is hozzájárult ahhoz, hogy ez a rendezvény ilyen sikeres lehessen. Köszönöm szépen a szervezőknek, köszönöm szépen, akik a helyszínt biztosították, mindenki elején felül teljesített szinte. Ez vissza is köszönt, látogatók is dicsérték a helyszínt, a rendezvényt. Én is igyekeztem nagyon sok véleményt, benyomást begyűjteni, hogy hogyan alakítsuk a jövőben ezt a programot. Sok dicséretet és elismerő szót kaptunk, úgyhogy ezt különösen örömmel vettem. És nyilván nagyon-nagyon finom ételek születtek. Nagyon neves volt a zsűri. Németh Jóska is nagyon-nagyon jól leszervezte a 25. jubileumi paprikás főzőételeknek a versenyét. Nívós volt a zsűri, több mint 200 ételt kellett kóstolniuk. Azt gondolom, hogy egy nagyon komoly nívó alakult itt ki. Nagyon jó minőségű ételek voltak. Maga a főzőcsapatoknak is a megjelenése, tehát mindenki nagyon figyelt arra, hogy a dekorációin is megfelelő hangsúly legyen, és díszítsék a fesztiválunkat. Több támogatónk, egy kiemelt támogatónk is volt az idei évben, a Duna Aszfalt cégcsoport. Ezután is szeretném nekik megköszönni, és minden Kalocsa és Kalocsa környéki vállalkozónak, aki kivette ebből a részét. A szervezők már most elkezdték tervezni a jövő évi rendezvényt. Mint a polgármester elmondta, az idei fesztivállal magasra tették a mércét, de céljuk legalább ugyanezt a színvonalat biztosítani. 25. alkalommal szervezték meg múlt hétvégén Dunapatai nagy rendezvényét, a Patai Őszt, amely színes programokkal, többek között a Margaret Island koncertjével és a Gyimesi József nevét viselő pacal főzőversennyel adott lehetőséget a kikapcsolódásra és feltöltődésre, valamint a közösségépítésre. Szeptember 8-án pénteken Oswald Marika és Fodor Zsóka előadása nyitotta a programok sorát a Művelődési Házban, szombaton pedig a Sporttelep is megtelt élettel, ahol reggeltől egészen késő estig változatos programelemek csábították a dunapataiakat és a településre érkezőket a közös ünneplésre kikapcsolódásra.
A magasrangú díszvendégek jelenlétében megnyitott jubiláló nagy rendezvényen Dusnoki Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket. A Patai Ősz ünnepi szónoka dr. Dukai Miklós államtitkár előjáróban dr. Pintér Sándor a rendezvény fővédnöke üdvözletét tolmácsolta, ünnepi gondolatai fókuszába pedig a nagyközség szinte páratlan fejlődését helyezte. Majd dr. Bogykai János jegyző ismertette a képviselőtestület döntését, amelynek értelmében Dusnoki Csaba polgármester Dunapatajért kitüntető díjat adott át a Dunapataj Községi Sportegyesület részére. A nap során színpadra lépett Polgár Peti humorista és Kökény Attila is, Niki Miki és a Csini Babák is előadással készültek, de Dolhai Attila zenekaros koncertje is rengeteg érdeklődőt vonzott, akár csak a Margaret Island fellépése, de gyermekprogramokból sem volt hiány. A Gyimesi József emlékére rendezett pacalfőző verseny dobogójának legfelsőbb fokára a dunapataiakból álló Kalocsavarban Kft. Állhatott. Második helyen végzett a helyi Linzer Kft. A harmadik helyezett pedig Faragó Józsefné lett, aki dr. Gyimesi Mária külön díját is kiérdemelte. De nem csak remek illatok és ízek, hanem gyönyörűen feldíszített főzőhelyek is várták a látogatókat. A legszebb főzőhelyért járó díjat Dóczi Ferenc vehette át, aki televízióknak elárulta, nem először kapta meg ezt az elismerést. 2003-ban neveztem először, akkor meg is nyertem a versenyt, 2004-ben szintén megnyertem, akkor még nem itt a futballpályán volt, hanem a polgármesteri hivatal utcájában. Ugye ezt a rendezvényt a Potai Tör szervezet rendezi, tehát őnek a szervezésében volt, legelőször annak a Patai Körnek az udvarában volt ez a verseny. És akkor a feleségem ott voltunk gondnokok, és akkor ő így neveztem én oda. Akkor ott kétszer megnyertem. A díjazott érdeklődésünkre elmondta, a sátor feldíszítésében családtagjai, húgai és barátai segítették. 54 fős társasággal érkeztek a Patai Őszre, ahol természetesen a pacalfőzés sem maradt el. Ez a baráti családi összejövetelek, és akkor így tudunk bulizni egy jót. A legszebb főzőhely díj tulajdonosa pedig azt is elárulta, jövőre is biztosan nevez majd a megmérettetésre. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel hétfő este jelentkezünk. Viszontlátásra!